Segíthetek? Eddie úr, jelentkeznék. Nőt nem húzhat magával az intézetben. Megtarthatja. Emlékszel rá, ugye? Hát egy kicsit becsíptem a gépen. Persze. Tudod mit? Nem volt semmi az égvilágon, ne félj, felejtsd el. Nem volt? Nem. Csak olyan nőre, akit nem ismerek. Hát ez... Nem estél kitűzés, sok szerencsét. Mindig ez van. Tudom, hogy... Mi van? A nőkkel. A robbal a nőkkel egyaránt. Csinálom, aztán gondolkodom. Nem veled, csak mondom. Már vége. Engem is. Meg akartál szipalmani. Az. Ilyen a tökéletes dobás. Ugye? Tehetség vagy. Mostanában nem tudok aludni. Arra gondolok, ilyen hülye is voltam részegen. Azt akarod, hogy vegyek számba 15 ocsmány évet, hogy ne galázzam magam? Na ne. Igen. Miért ne? Miért? Mert egyszerűen nem akarok beszélni róla. Most mi van? Lenézel engem? Te hülye vagy? Ezt áll a születési sérülés, mondom nem. Nem akarok beszélni róla. Ejtsük. Lemaradtál a műsorról, az összes kedvenced benne volt. Én mindig haragszol a múltkoriért. Nagyon sajnálom, amit mondtam. Nem vagy sötét, sőt, jó srác vagy. Éppen ezért nem akartam kiteregetni előtted az egész gusztustan a múltamat, mert féltem, hogy én... Hogy... Féltem, hogy ezért... Mert féltem, hogy megvetsz majd. Ezek csak a cselekedet. Ez nem te vagy. Az emberek hibáznak. De te rendben. Nagy hiba volt. Felhúztam magam. Nem tudom visszacsinálni. Csak azt mondhatom, hogy sajnálom. És azt mondom, hogy az emberek hibáznak. És ha ezt nem érted, és ha úgy gondolod, hogy emiatt mi ketten nem lehetünk barátok, akkor butább vagy én voltam. Azt a Jaspert nem ismerem, de azt tudom, hogy rád nézve veszélyes.